Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható szeptember hónapban? Ez ugyan egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven, mi várható szeptember hónapban. A díjam 3500 forint. Az első kártyáknak mindig van egy fontosabb jelentősége. Itt látható ez a hajó, és az utal a reményekre, hiszen ezt szimbolizálja. Amit még ez a hajó jelent, ezek az utazások, a külföldi kapcsolatok, vagy egy nyaralás. De ez az utazás lehet egy belső út is, egy spirituális terület. És szeptemberben komoly döntéseket fogsz hozni, hiszen itt vannak az utak, ami döntésekre utal, azon kívül megjelenik itt ez a kereszt. Ez jelenthet ugyan vallási témákat is, vagy egy spirituális területet, és itt van nálad ez az életerő. De, amit ez a kereszt még jelent, ha elérkezel az életutadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra vagy jobbra, tehát utal döntésekre ugyanúgy, mint ahogy az utak ezt jelentik. Itt alatta látható ez a horgony, és az szimbolizálja a munkát, a hivatást, tehát itt lesznek munkahelyi változások. Amit ez a virágcsokor itt jelez, ez egy kellemes meglepetés, de utalhat kreatív tevékenységre is. És akkor éled a hivatásodat. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt a képen. Ha te egy férfi vagy, akkor itt vagy látható. De ez a férfi lehet a párkapcsolat, a te lelki társad is. Mivel mindketten itt a szélén vagytok a képnek, és elfordultok a képek felől, az azt jelenti, hogy jelen pillanatban minden olyan nyomasztó, vagy fáradtak vagytok, a legszívesebben elrohannátok az események elől. Viszont ennek ellenére megnézzük a képeket, hogyan tovább mi várható szeptember hónapban. Itt, ezen a képen látható ez a ház. Ez utal a te otthonodra, de a környezetedre is. A szomszédokra, vagy a rokonokra, a szülői házra. És itt a ház mellett megjelenik a szív, tehát ilyen szívélyes kapcsolat. Nagyon kellemes. De a közelben látható a ravasz róka is. Tehát nem mindenki akar jót neked, hanem van ellenséged is a közelben. Mégpedig itt látható ez a kígyó, tehát egy nőről van szó, aki figyel téged, vagy irigy rád. Lehet, hogy olyan szívélyesen közeledik hozzád, és ezek az ő szavai, de figyelj oda a rókára is. Lehet, hogy hazugságról van szó, vagy hogy ez a nő álarcot visel. Amit ez a róka még jelenthet itt, ezek a változások, vagy egy szerződés. És ha ilyen dolgok előtt állsz, az lehet, hogy itt még át kellene nézni valamit, vagy rossz úton vagy, vagy nem a megfelelő időpont, hogy valamit változtass az otthonodon. Az lehet egy költözködés is.
és az ideális időpont lenne úgy október-november. Előtte még valamit meg kellene vizsgálni, hogy minden rendben van-e, ami a szerződéseket illeti. Most megtekintjük itt fent ezeket a kártyákat. Ez a fa azt jelenti, hogy keresel egy helyet az életedben, ahol úgy érzed, igen, itt le tudok gyökerezni. Ez lehet a lakhely, ez lehet a hivatásod, ez lehet a párkapcsolat. Itt lesz egy új kezdet, itt lesznek újdonságok, akkor is, ha szeptember elején még valami átláthatatlan, hamarosan kisüt a nap, és akkor átlátod a dolgokat. Amit ez a fa még jelent, ugyanúgy, mint a kígyó, ez a gyógyító hatás. Lehet, hogy ez a hivatásod, de azt is jelentheti, hogy valaki beteg a környezetben, itt javul a helyzet, lesz gyógyulás. Vagy gyakran arra is utal, amikor vannak kihívások, és az betegít téged, és keresel egy kiutat, egy megoldást, egy lehetőséget, itt számíthatsz javulásra. Ez a torony itt a közelben utalhat hivatalos dolgokra, vagy bírósági ügyre, de a nehézségek, vagy az, ami még átláthatatlan, az javulni fog, hiszen itt kisüt a nap, megvan a világosság, vagy a valóság kiderül, és ez a sarló elvágja a hegyet, ami utal a nehézségekre. Itt ez a kártya, a halak. Ezek jelentik az anyagi dolgokat. Itt voltak ugyan nehézségek, vagy bizonyos számlák, ezt kifizetni, de itt változik a helyzet, hiszen erre utalnak a gólyák, és itt van a közelben a szerencse, a négy levelű lóhere és a csillagok. A hold azt jelenti, hogy kívánhatsz valamit, ezt a pénzt te megkapod, és a nehézségek elmúlnak, hiszen ez a sarló ebben segít. Ha megnézzük itt a kártyákat, ez a férfi gondol rád, hiszen a fölötte lévő kártyák utalnak az ő gondolataira. Itt megjelensz te, a virágcsokor az lehet egy ajándék, egy meglepetés, vagy a te szépséged, a te nőiességed. És itt van a remény, erre utal ez a hajó. Ez a férfi döntéseket fog hozni veled kapcsolatban, hiszen megjelenik itt a gondolataiban. Nálad is lesznek fontos döntések, hiszen a gondolataidban megjelennek az utak, ez a kereszt, itt lesznek sorsdöntő változások. Ami mögötted van, ez a horgony, ez szimbolizálja a munkát, a hivatást, tehát tervezel valamit a munkádat illetően. Amit pedig ez a férfi illet, ő gondol rád, itt szerelemről van szó, hiszen ez a virágcsokor, ez a te nőiességedet mutatja, ő is hoz döntéseket, itt vannak az utak, keresi veled a kapcsolatot, vagy valaki visszatér hozzád a múltból, itt lesz mozgás, és ez a horgony jelentheti azt is, hogy ez a férfi nálad le akar horgonyozni, le akar gyökerezni, és itt lesz egy tartós párkapcsolat, vagy egy eljegyzés, és itt van a kulcs, az azt jelenti, hogy biztos a dolgában. Vagy szeretné azt, hogy te bízzál benne, és te is légy magabiztos. Itt mögötte látható ez a korbács. És ahol a korbács megjelenik, az fáj. Neki vannak fájdalmai. Valaki nagyon megsértette őt,
de ő elfordul ettől a személytől, és le akarja zárni ezt a kapcsolatot, vagy ezt a helyzetet, erre utal itt a koporsó. Szeptemberben ugyan még egy kicsit zárkózott, titokzatos, nem beszél ezekről a dolgokról, de hamarosan eltávolítják az egerek ezt a zárkózottságot, és az azt váltja ki belőle, hogy nyitott lesz érzelmekről beszélni. Nem csak az mutat arra, hogy az egerek a könyvet, ezt a zárkózottságot, a titkokat eltávolítják, hanem ő kapcsolatban áll a kulccsal is, és ezzel a kulccsal kinyílik valami, egy új lehetőség, számodra egy meglepetés, és utal nyitottságra is. És most megtekintjük, az mi várható az egyes hetekben. Első hét, szeptember hónapban itt látható. Itt megvan a remény, hogy jól alakulnak a dolgok, jó döntéseket fogsz hozni, lehetnek külföldi kapcsolatok, vagy egy utazás, esetleg egy belső út, egy spirituális terület. Fontos döntéseket fogsz hozni, megvan hozzá az erőd. Kezedbe veszed ezt a kulcsot, és mutatod azt, hogy mennyire magabiztos vagy. Ez a kulcs azt is jelenti, hogy itt kinyílik számodra egy új lehetőség. Ez lehet egy új otthon, vagy változások a környezetedben. Ez a kulcs jelenti a nyitottságot is, de az zárkózottságot is, hiszen ezzel a kulccsal le lehet valamit zárni. Ilyen hamis kapcsolatokat például. De valami szép lesz az otthonodban, hogy a szeretet, a szerelem beköszönt hozzád. Nem csak a párkapcsolatot illetően, hanem ami a családot, a gyermekeket illeti, itt is lesz egy kellemes meglepetés. Keresed a helyedet az életben, a párkapcsolat területén, a hivatásodat illetően, vagy egy új otthont. Itt valami még átláthatatlan szeptember elején, te hamarosan kitisztul a helyzet, és számíthatsz ezekre az újdonságokra. Második hét, szeptember hónapban itt látható, ebben a sorban. Itt ez a virágcsokor utal a te szépségedre, a nőiességedre, vagy hogy valami szépet veszel számodra, egy új cipőt például. De ez a virágcsokor jelent egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot is. És a hivatást illetően egy kreatív munka. Itt hozol fontos döntéseket. A gyűrű utalhat szerződésekre, mint például itt egy munkahelyi szerződésre. De a gyűrűnek van egy más jelentősége is. Valaki visszatér hozzád a múltból, és itt erről a férfiről van szó. Amit még ez a gyűrű jelenthet, és a virágcsokor, ez a kellemes meglepetés, egy ajándék, egy ékszer, vagy egy eljegyzés. Itt előre mennek az események, de ha a fontos döntésekről van szó, ami a lakásodat, a házat illeti, légy kicsit óvatos a szerződésekkel. Ez a ravasz róka utalhat erre a kígyóra, tehát erre a nőre is, és a madarak jelentik a beszélgetéseket. Vagy valaki pletykálkodik, mert irigy rád, vagy jelentheti azt is, hogy valaki közöl veled valamit, ez egy nő, és itt hamisságról, hazugságról van szó, tehát légy óvatos. Itt ez a torony azt jelzi, hogy ha hivatalos dolgok vannak, akkor hamarosan itt rendeződnek a dolgok. Ez lehet egy bírósági ügy is. Amikor érzelmekről van szó, akkor ez a torony azt jelenti, hogy vannak még félelmek, bizonytalanságok, és az fogva tart téged, mint egy labirintus, és keresel egy kiutat.
Itt a nap azt jelenti, itt lesz kiút, és ez számodra egy gyógyító erő, vagy megvan nálad ez az energia, ez a gyógyító hatás. Harmadik hét, szeptember hónapban itt látható. Te állsz itt a középpontban. Ami a hivatásodat illeti, itt lesznek fontos döntések, változások. Nem csak a munkát illetően, hanem ami a baráti kört illeti. Itt tisztázódik valami, és változik valami, erre utalnak a gólyák. Ez a park itt középen azt jelenti, hogy téged észrevesznek mások, hiszen itt van a nyilvánosság. Néha ez jót tesz neked, néha jobb lenne az, ha visszahúzódnál a nyilvánosságról, erre utal a róka, és itt erre utalnak az egerek is. Ez mindig a helyzettől függő. Ha úgy érzed, ez jót tesz neked, akkor élvezd ezt az elismerést. Ha ez túl sok, akkor légy inkább visszahúzódó. Az anyagiak terén szerencséd van, itt lesznek változások, bevétel vagy nyeremény. Ami a múltat illeti, itt voltak még anyagi nehézségek, de ez a sarló most ezt eltávolítja. Utolsó hét, szeptember hónapban itt látható alul. Ez a férfi áll a középpontban, ő gondol rád, és itt lesz egy kellemes meglepetés. Ő lezárja a múltat, ami neki nagyon fájdalmas volt, de erről még nem beszél. Lesz egy jó hír, szerencse, erre utal ez a levél és a négy levelű lóhere, a csillagok, és ezt te megkapod. És mint mondtam, a nehézségek, különösen ami az anyagiakat, az értékeket, a belső értékeket illeti, ez szeptember végén akkor elmúlik, hiszen ez a sarló eltávolítja, segít ebben. És ez volt a szeptember havi jóslás. Kívánok neked egy szép szeptember hónapot, minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!